Na jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, sziasztok gyerekek! Üdvözöllek benneteket az új Farming Simulator 22-es sorozatomban. Aki igazából nem követi az eseményeket így a csatornán és most került ide, annak így elmondanám előjáróba, hogy konkrétan ez a sorozat, ez egy full szimulátor jellegű, nagyon realisztikus és nagyon szabályokhoz kötött gameplay sorozat lesz. És a szabályokról egyébként a videó második felében fogunk beszélni. Hogyha nézitek majd a sorozatot, akkor azt érdemes szerintem megnézni, mivel akkor így képbe van mindenki, vagy képbe lesz azzal, hogy milyen szabályokat állítottam fel magamnak, meg igazából ti is szabályokat állítottatok fel nekem, mert rengeteget küldtetek, rengeteg ötletet, amit bele is hoztam ide a gameplay sorozatba. Úgyhogy lesz egy olyan szekció a végén, de először akkor ismerkedjünk meg azzal a településsel, ahol fog játszódni, és a környékén ez a gameplay sorozat. Egyébként nem véletlenül nem láttok baloldalt alul térképet. Az egyik szabály, amit így előjáróban elmondanék, az, hogy ne lehessen térképet használni a játékba. Igazából szerintem ott a település, ahol te is például laksz, így a valóságban, ott se folyamatosan a térképet nyitogatod, és nézegeted meg, hogy merre kell elmenni valahova. Hogyha esetleg szükséged van arra, hogy valahova eljuss, akkor úgyis azt fogod alkalmazni, hogy oda mész valakihez és megkérdezed. Tegyük fel, hogy nincs mobiltelefonja, jó, egy kicsit ugorjunk vissza mondjuk a 90-es évek környékére, és ott fog játszódni. Azért gondoltam, hogy ezt így csinálom meg, mert igazából szerintem így realisztikus, hogy ne az legyen, hogy folyamatos térképnézegetés, meg térképen jelölgetés, ugye természetesen nem lehet teleportálni se, nem lehet külső nézetbe se játszani, úgyhogy megpróbálunk teljesen realisztikusan, de a szabályrendszert akkor még egyszer mondom, majd a végén ki fogjuk tárgyalni, a videó végén, de először akkor érkezzük meg arra a helyre, ebbe a faluba, ahol konkrétan zajlani fog ez az egész. A map is egyébként arról is lesz szó majd a vége felé, úgyhogy a kérdéseket nyugodtan várjatok vele, meg fogjátok kapni rá a válaszokat. Egyébként most stílszerűek legyünk, egyébként egy ilyen kis lore-t, egy háttér történetet is kitanultam, így a sorozathoz. Igazából nem RP jellegű lesz, de úgy gondoltam, hogy legyen egy lore, legyen egy előzmény történet, és arra gondoltam, hogy konkrétan ebbe a faluba, ami számunkra ismeretlen, meg egyébként nekem is ismeretlen, mivel én még soha nem játszottam ezen a mapon, konkrétan abszolút nem ismerem ezt a mapot, annyit tudok róla, hogy semmit, szinte semmit. Azt sem tudom, hol vannak az eladóhelyek, hol lehet venni dolgokat, konkrétan semmit nem tudok róla. Annyi, hogy a térképet egy helyen lehet használni, a házunkba. Úgy gondoltam, hogy a házunkba olyan, mintha lenne egy számítógép, azon ott tudunk ugye menüt nézni, ott tudunk mindent, konkrétan ott tudsz elérni mindent, a számítógépen nem használhatok még menüt sem. A játékban szerintem így lesz full realisztikus, hogy ne folyamatosan a menüben, ne folyamatosan a térképen turkáljunk, hanem rá legyünk kényszerítve, hogy megtanuljuk a mapot, megtanuljunk mindent. Na, induljunk el gyerekek, úgy gondoltam, hogy akkor ezzel a biciklivel kellene belevágni a lecsóba. Egyébként ugye természetesen kormánnyal fogok játszani ebbe az első részbe, mivel úgyis ezzel a biciklivel megyünk, nem lett volna teljesen reális, hogyha én a kormánnyal kezdenék el biciklit vezetni. Ó, úgy látom, hogy itt még meg is vártak minket az emberkék. Jó, hát akkor induljuk neki. Egyébként tényleg abszolút nem ismerem ezt a térképet. Annyi, hogy kiválasztottam egy darab földet, egy nagyon picit, szinte a legkisebb földet, és ott fogunk kezdeni. A háttértörténetet ugye említettem. A háttértörténet, egyébként tök jól néz ki ez a Farming Simulator 22, amikor így konkrétan feltelepítettem, meg így igazából nem is nagyon játszottam Farming Simulator 22-t, úgyhogy nem nagyon tudok róla semmit. Ó, gyerekek, nagyon jól megeresztettük a Verdát. Igen, oda elmegyünk. A háttértörténet akkor annyi lenne, hogy örököltünk egy darab telket ebbe a faluba, igazából nincs telenek vagyunk, látjátok, hogy 263 eurónk van, meg ez a bicikli, öreg apánknak a telkét megörököltünk, itt lakott területen belül gyerekek, tök jó, lesz jól néz. Egyébként jól néz ki ez a map már, mint ilyen autentikus, nagyon, úristen, mi ez, ilyen izei van itt, mi ez? Gyerekek, valami kocsma van, azt a betyár, meg valami eladóhely. Tök jó, nagyon tetszik. Igen, térképet nem használtunk, meg kell tanulnunk a mapot, a földeket meg kell tanulnunk, hogy melyik a miénk. Ugye nincsen, hogyha veszel egy földet, ott se a valóságban nincsen megjelölve,
hogy most a 46-os föld, és akkor, hogy az a tiéd nincs megjelölve, tudnod kell, hogy melyik a föld a tiéd, tudnod kell, hogy mi van rajta éppen, tudnod kell, hogy mennyire, hogy kell betakarítanod, ezeket mind látnunk kell, nem szabad azzal, nem szabad úgy el súlytalanítani a játékot szerintem, hogy konkrétan ezeket nem ismerjük meg, hanem igazából folyamatosan a menüt és a térképet bújjuk. A térképet és a menüt azt kizárólag, srácok, egyféleképpen használhatom, és ez nem lesz más, mint a... Csak megmondom a frankóz, hogy fogalmam sincs, hol vagyok. Egyébként ez az elveszettség érzés is szerintem hozzá fog adni magához a játék élményhez, hogy konkrétan nem tudom, hogy hol vagyok. És a valóságban is körülbelül így lennél, hogy a kukorica tábla mellett biciklizni, és azt se tudnád, hogy merre haladjál. Azt hiszem, hogy erre fele örököltük a telket, gyerekek, ahol ugye le fogunk telepedni. Egyébként maguk a színek nagyon bejönnek ebbe a Farming Simulator 22-be. Nem, még egyszer mondom, nem RP-jelleg lesz, szóval nem kell itt arra számítani, hogy én itt szerepet akarok játszani, viszont úgy gondoltam, hogy oda nézzetek, de jó. Milyen jó kis zegzugos hely, mi ez, valami méhészet? Itt valamit árulnak? Aj, de jó néz ki, gyerekek. Viszont itt van a bolt, azt látom. És na, úre jó, úre tetszik. És azt hiszem, hogy meg is érkeztünk, srácok. Öreg apánknak a régi, úgymond tanyájára, birtokára átvágtunk itt a... Jó, a gyerekek, nagyon szuper. Ide várjatok, ide letámasztam a biciklit. Aztán megnézzük, hogy igazából miből élünk, mert arra biztos kíváncsiak vagytok. Na, látjuk, leszállok a bicikliről, jó van. Oké. Okay. Jó van, oké, okay, standardra tettük. És igazából ez öregapáknak a tanyája. Jaj, de jó néz ki meg, milyen szép fák. És innen kezdjük. És azért mondom, hogy így próbálom elmondani, hogy nem RP jelleg, szóval azért nem játszok szerepet, csak legyen egy lore, legyen egy háttértörténet, ami így ad egy keretet az egésznek, hogy ne csak így simán belevágjunk. Úgy gyerekek, nagyon jó. Itt van egy fészer. Tök jó. Egyébként azért is jó, ugye, hogyha nincs minimapunk, mert nem látjuk az eszközöket. Tehát emlékezned kell, a valóságban sem minimapon van megjelölve, hogyha ott hagysz valami tárcsát, vagy ott vagysz valahol valamit, hanem emlékezned kell, nem? Ezért szerintem ez például nagyon sokat ad majd a valóság hűségre. Igen. Hát, öregapánk nem volt egy nagyon gazdag ember, szóval abból gazdálkodunk, ami éppen van. Volt egy kis fája, meg van egy kicsi terület, amin esetleg valamit, bármit is tudnánk csinálni. Hát a 263 eurónkból, szóval annyira nem kell nagy dolgokra gondolni. Igen, srácok. És akkor itt lesz a úgymond lakásunk. Itt fogunk héderezgetni, és itt, ennél az asztalnál nézhetem csak meg a menüt és a térképet. Azt ne felejtsük el, hogy akkor ez úgy fog fölépülni, hogy csak ennél az asztalnál nézhetem meg, és meg kell megnézni, hogyha például el akarok valahol jutni, megnézem a térképet, olyan, mintha lenne egy számítógépem, amit megnéztem, és utána bezárom, és utána emlékeznem kell rá, hogy mit tudom én, jobbra-balra kell fordulnom, ott mit tudom én, a templom mellett három házzal, oda kell vinnünk mondjuk a termék. És ezeket egy idő után meg fogjuk tanulni, és mégse az van, hogy tényleg menübe bujkálunk, mert a valóságban se egy menüt nyitsz meg állandóan, amikor valahova menned kell. Na, ennyi lenne ez a része a játéknak, ahol indulni fog körülbelül ugye a projektünk. Most azért nyomtam egy eszket, mert szeretnék letabolni, és szeretnék beszélni a szabályrendszerről. Amint látjátok, az itt is van, és szabályok, játék, mechanika, módosítók. Ugye ezeket így összegyűjtöttem, írtatok jó párat, és én is adtam hozzá. Nem olyan túl sok van, de viszont ezek elég összetett dolgok. Az első, ugye közlekedési szabályok maradéktalan betartása. Ez nagyon fontos, a valóságban se össze-vissza mész a traktorral, nem átmész a földeken, nem a szembesávba közlekedsz, megadod az elsőbséget, indexelsz, lámpával közlekedsz, kimész a faluból, kapcsolsz tompitot, tehát ezeket mind be kell tartanunk, gyerekek. Jobbkész szabályt, vagy akármit, mindent be kell tartanunk,
Erről szerintem nem kell beszélni, közlekedési szabályok, táblákat, minden, stop táb, mindent be kell tartani. Ez szerintem alapvető, ez kell a valósághűséghez, a valóságban is betartod. Kettes, nincs teleport. És van egy ilyen mod, nagyon jó, találtam egy ilyen modot, ami azt jelenti, hogy olyan szinten nincs teleport, hogy nem teleportálhatsz gépek között, tab nem fog működni, ráadásul nem teleportálhatsz helyekre se. Tehát abszolút, mindenhova gyalog kell menned, nem tudsz beleugratni gépbe, nem tudsz elugratni eladóhelyre, boltba, sehova, mindenhova gyalog vagy járművel. Úgyhogy ez így, ennek így kell lennie, úgy gondolom. Hármas, ugye erről beszéltünk, nincs térkép, csak a farmházban. Tanuljuk meg a mapot. Nincs térkép, abszolút nem használhatok. Sem minimapot nem használhatom, sem menüből nem nyithatom meg a térképet. Kizárólag a farmházba nyithatunk térképet. Ez szerintem nagyon jó, ez is a valósághűséghez. Legelején ugye az elveszettségérzést, ezt így fogja nagyon adni, mivel valóságban is elkerülsz egy idegen helyre, ugye tök rosszul érzed magad, mert igazából nem tudod, hogy kell eljutni A-ból B-be, és ez, szerintem ez ad a valósághoz mindenképp egy feelinget, egy érzést. Később meg, amikor megtanulod, akkor annál büszkébb vagy, hogy tök jó, mert hát oké, ide kell elvinnem, tök jó, tudom, hogy hova kell. És akkor is ugye felfedezhetsz új utcákat, meg így felépül az egész. Négyes, bolt nincs, bolt csak a helyszínen van és a farmházban. Az azt jelenti, hogy boltot sem nyithatok meg random helyen, ugye úgy, ahogy menüt sem, csak kizárol. Mármint olyan menüt sem nyithatok meg, hogy a season menüt sem nyithatom meg, mit hol vesznek jól, ezt sem nyithatom meg, mindent a farmházban nyithatok meg. Ugye a boltot sem nyithatom meg, csak a helyszínre mehetek, ott vehetek cuccot, vagy a farmházban nyithatom meg, de akkor is el kell értem menni, mert ugye nincs teleport, amiről beszéltünk. Úgyhogy mindenképp érdemes elmenni. Az a lényeg, hogy a farmházba böngészhetünk a bolt kínálatában, mint egy weboldalon, de ugye ha megveszed, akkor úgyis el kell értem menned. Nincs külső nézet, abszolút, semmilyen nem néz, nem lehet, nincs külső nézet, semennyi harakodás van, hava, akármi van, nem néz, semmilyen körülmények között nem válthatok külső nézetre. Most ha véletlenül megnyomom, gyorsan belépek, természetesen lehet olyan, hogy rossz gombot nyomok, de az a lényeg, hogy nem használhatok külső nézetet. A modolt gépek ára, mivel ebből mindig ilyen probléma van, hogy mennyiért vegyük, mennyiért nem vegyük meg, hogy jó, mi reális, mi nem reális. Arra gondoltam, hogy lóerőször 1000 euró, ez azt jelenti, hogy egy 23 lóerős valami az 23.000 euróba kerül, egy 300 lóerős az 300.000 euróba kerül. Szerintem ez így reális, és akkor nem kell azon gondolkozni, hogy hogy írom át a modoknak az árát, meg hogy mennyi a reális, meg mennyi nem. Ez körülbelül jó, a valós játékban is, ugye a modolatlan gépek is körülbelül olyan árban vannak, hogy az ilyen 500 lóerő fölötti gépek azok ilyen 500.000 körül vannak. Körülbelül ez reális, én úgy gondolom. 7-es pont, manuális csatlakozás mód. Ezt mindenképpen akarom használni, ugye ki kell szállni a traktorból, minden eszközt fel kell rakni. Ehhez még annyit hozzátennék, hogy lehetőleg úgy is kell odaállni. Tehát nem úgy van, hogy fölemert gémmel a maniptúval állsz oda, és akkor rányomok, és akkor fölugrik, hanem olyan, mint hogyha a csapszekhez oda kell állni, szépen rá kell tolatni, szépen kell csinálni. Úgy, mint a valóságban, arra kell törekedni. Safe player position mindenképp szükség van rá, mivel ugye ez egy olyan mód, hogy ahol kilépsz, onnan folytatod a játékot, ez nagyon fontos, mivel nincs teleport, hogyha mindig például egy kezdőhelyről kezdenénk, ahol nincs is gép, akkor nagyon kellemetlen lenne, hogy mindig ki kell gyalogolni oda, ahol abba hagytuk. Ez például nagyon fontos, nem is lehet, hogy sokaknak eszében se jut, egyébként egy srác írta ezeket a modokat, amiket tényleg nagyon jó ötlet, például ez a, hogy ugyanonnan kezd a játékot, ahol abba hagy. Tehát ez nagyon fontos. A valóságban se úgy van, hogy tudom én, ide-oda teleportálgatsz. Mérőszalag mód, ez nagyon jó, mivel akkor így tudod mérni, ugye milyen hosszúra vágod a fákat, ezt be akarom rakni mindenképp, egy mérőszalag, mintha lenne a zsebünkbe, meg tudom mérni, hogy akarom vágni a fákat, meg igazából tök jó, tudsz mérni, ez szerintem jó. A Real Dirt Color, az is egy mód, az annyit tesz, hogy hogyha messzezel, akkor fehér kosz kerül a járműre, ugye akkor méz kerül föl rá, hogyha mondjuk silót taposul, akkor zöld, ha sárba vész, akkor barna, és ez szerintem tök jó, ez tök hangulatos, ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
Real Dirt, ez a Particle Mode, ez pedig, nem tudom, jól ejtettem-e, ez meg az, hogy ilyen felverődés, tehát ilyen sarat, meg ilyeneket verő, vagy olyan dolgokat így felverekerék, ami éppen haladsz, ami jól néz ki, meg igazából reális is. Van ez az Engine Brake Force redukálás, ez is egy mod, ez megint ad a valóság hűséghez, mert ugye a játékban sajnos ilyen leszállsz a gázról, akkor ilyen nagyon durva motorfék van, konkrétan megállsz a legnagyobb lejtőn is, ez nem valóság hű. A 13-as ugye a Realistic Wild Cub mod, ami annyit tesz, hogy amit leginkább észrevettem benne, hogy nem tudod átforgatni a fejedet. Valóságban se tudsz 360 fokba megfordulni, csak a kiszállsz az ülésből. Ugye, hogyha el akarsz nézni balra, akkor csak addig tudsz elnézni, hogy így hátrafordulsz az ülésbe. Hogyha másik irányba akarsz elnézni, akkor vissza kell fordulni, és akkor jobbról kell elnézni. Ez tök jó. Meg egy kicsit egyébként ki is hajol a karakter arra, úgy hajol a játékos az ülésbe, ahogy valóságban is így elhajolnák kicsit így oldalra sem. Ez is tök jó. A manuál újratöltés mód, ez is szerintem tök jó. Ez úgy van, hogy odaállsz a kútra, és neked kell konkrétan újra töltened a járművet, nem úgy van, hogy odaállsz, azt nyomsz egy gombot, hanem rendesen, mint hogyha a pisztollyal újra töltened a járművedet, ez is szerintem egy nagyon jó. A 15-ös, azt azért írtam oda, mert biztos nagyon sokan kérdezitek, az Osada, vagy Osada map, azon fogunk játszani. Ez egy, nem is tudom, talán lengyel, vagy se, azt inkább lengyel környék, nagyon-nagyon hajaz egyébként Magyarországra. Sokan írtátok ugye megint az FSH modding mapot, meg ezeket. Az a baj, hogy szerintem már a könyökünkön jön ki, meg az a baj, hogy ismerjük is, és én mindenképp egy új környékre, egy új helyre akartam volna költözni. Többen írtátok az Osada mapot, vagy az Osadát, és úgy láttam, hogy vagy ez tényleg jó. Megnéztem egyébként többet, megnéztem az Old Steam nevű mapot is, meg jó párat, amit javasoltatok. Nekem ez az Osada map, ez nagyon tetszett. Felkiáltó jelek közé odaírtam, hogy élethű játék, az azt jelenti, hogy tényleg úgy játszunk, tehát mit tudom, hogy nem vágunk át földekkel, megpróbálunk átlényegülni és valósághűen játszani, nem ökörködve, hanem hogyha például megrakunk egy kocsit fával, akkor úgy rakjuk meg, hogy ne összeszórjuk, hanem akkor rendesen, próbáljuk meg minden műveletet úgy csinálni, mint hogyha a valóságban játszunk. Ha szántunk, akkor úgy szántsuk, ahogy a valóságban kell szántani, ha kultiválunk, akkor a munkafolyamatok is legyenek olyanok. Viszont egy dologba szeretném, hogyha segítenétek, és ez nem más, mint a cél. Viszont ezt szeretném. Szeretném, hogyha lenne egy cél, csak nem tudom, hogy mi az. Mert cél nélkül igazából játszani nagyon nem tudom, hogy lehet, de egy idő után biztos, hogy sokkal jobb, hogyha van egy célod, amit el kell érned, és egy motivációd. És arra gondoltam, hogy írjatok le célokat, mert tényleg ötletem nincs. Gondoltam olyanra, hogy bizonyos összeg, nem tudom, nagyon nagy összeget nem akarok, nem akarom, hogy átmenjen ilyen speedrunosba, mert ne azt hajszoljuk. Gondoltam arra, hogy mondjuk az összes földet, hogy szerezzük meg, vagy a földeknek az 50%-át, vagy nem tudom, valamilyen célt, gyerekek, írjatok, aminek van értelme, meg igazából nem is megy át ilyen speedrun őrületbe, de valamit, vagy valamit, ne is, nem tudom, hogy mi lenne az. Meg még egy dolgot írjatok meg, mert igazából ezt újra fogom kezdeni, de azt hiszem, hogy az automata mentése van ennek a szarnak. Azt nem tudom, ki lehet kapcsolni. Úgyhogy mentett egyet. Na mindegy, nem is baj, hogyha nem kezdjük újra. Annyit írjatok meg még, hogy milyen évszakba kezdjük. Én hajazok egyébként arra, vagy hajlok arra, hogy télen, mert még soha nem játszottam télen, és az úgy tök jó lenne, meg addig ugye megismerjük a játékot, a falut, akkor mondjuk fát vágnánk, meg havat lapátolnánk, ilyen dolgokat csinálnánk. De hétvégére tervezem egyébként a legelső részt belőle, de egy cél az kellene a gyerekek. Meg igazából, hogy milyen évszakba kezdjünk, én télen nagyon szívesen kezdenék. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, és írjatok kommentet, meg ha esetleg bármilyen ötletetek van ezzel kapcsolatban még. Sziasztok!